Hellosztok, köszönjük itt újra mindenkit a sorozatunk 69. epizódjával. És hát szeretném folytatni, amit itt múltkor elkezdtünk a parton, a kikötőt építeni, és jöhetnek akkor a krétes részei a dolgoknak, tehát például olyan hajók, amik szintén ilyen kis láthatatlan sinekkel a víz alatt, mint egy ilyen vonat contraption tudnának működni, tehát rendesen irányítható hajók itt a, hát ezen a kis folyón vagy tavon, ami így körben mehetne, vagy akár itt a kis gazébó körül, vagy akár ezt a hidat ugye fel tudjuk húzni, tehát átküldhetnénk alatta, átmehetne egészen odaig, és akkor esetleg egy ilyen másik nagyobb körrel jöhetne majd vissza, és közben még akár árukat és felszereléseket is mozgathatna itt egy ilyen kis rakodó területen. Szóval ez lesz az építős feladat mára, viszont előtte át szeretnék menni megint csak az endbe, mert írtátok, hogy legyen 69. részre valami különleges, mert ez egy ilyen vicces szám. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy menjünk át az endbe, mert ez egy olyan dimenzió, ami úgyis mindig megbassz. Vannak ott még ugyanis bosszok, amiket le kéne győzni, úgyhogy nézzük meg először azokat, utána pedig visszajövünk. Na, és itt is vagyunk, hála égnek sárkányunk az most nincsen. Induljunk hát el akkor egy útra itt az End-sziget körül, és akkor be is dobnám az eheti témát, ami pedig, hát a Minecraft update-ok lennének. Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy nektek mi volt a kedvenc verziótok, ugyanis az előző részben beszéltünk róla, hogy nemrég lett 15 éves a játék, és milyen jók voltak azok a régi, klasszik, vagy akár alfa verziói a játéknak, és ennek kapcsán érdekelne, hogy szerintetek egyébként azokon kívül melyik volt az a verzió, ami számotokra mondjuk a legjobb volt, amit nem létezik egyébként, már most elérkeztünk ahhoz a structurehez, amit meg akartam keresni. Oké, ez gyors volt. Hát akkor ez egy rövid téma, pedig még szívesen beszéltem volna még az update-okról is, és minden ilyen egyébről, mert ugye jön a következő update, még nem tudom pontosan mikor fog megjelenni, de nagyon érdekes lesz az is, hogy ilyen, mondhatni ilyen vegyes update, tehát lesz egy kis resto része is ugye az autocrafterrel, egy kis adventure része is az új megtalálható structurerrel. Ezek nem tudom még, de nagyon undorítóak. Lesz egy kis combat része is, hiszen elkészíthető ez a nagy mész, ugye amivel ilyen óriásit lehet sebezni, hogy akár még egy Wardent is vásatol az ember, szóval nagyon vegyesnek tűnik ez az update, kutya armor, tatu, stb. Vannak számomra érdekesebb és kevésbé érdekesebb, kevésbé várt része is, de mindenféleképpen fontos, hogy ez jól sikerüljön ez az update, ugyanis szerintem most nagyon-nagyon szüksége van ennek a játéknak, mert a vanilla részének, ami nem módos ugye, hogy jó update-ok kerüljenek be, mert ez megint kulcsfontosságú lesz szerintem a játék története szempontjából, fontos az, hogy jóra sikerüljön, mert hosszú távon ugye a megítélését jelentheti. Közben egyébként azt hiszem megvan az Ender Golem, a boss, amihez jöttünk. God! Rögtön fel is ébresztettem. Nem tudom, hogy ez a hely egyébként bontható-e vagy sem. A boss szerencsére itt annyira nem egy vészes boss, tekintve, hogy csapkod össze-vissza, de el nem nagyon tud találni, csak max ezekkel az ütésekkel, mondjuk ezekkel meg a fél életemet leveszi. Mindegy, ez is egy gólem lesz, hálénknek nem több ezer, csak 600 HP van. Na jó, azért kicsit alábecsültem, kellett azért pár potit felhasználni hozzá, de jó, meg is van, és kaptunk érte egy Void Core-t. Egyébként ez is egy ilyen kataklizmos dolog volt. Ó, de jó, vannak még ilyen Corrupted Dome-ok is. Hát igen, itt még vannak basszus ilyenek is, még több gólem. Mit is tudott egyébként, amit adott, valami Void Rune-et lehetett vele spawn? Ja, saját fegyverét ellene, aha. Jó, ez is lecsapva, kérem szépen neked is a dolgodat. Kétszer is összeesett. Szegény. Hát tudjuk lenni, hogy a quest jutalmat kapunk érte, CD-t, nagyon jó. Majd alig várom, hogy ezeket egyszerre így majd az összeset meghallgassuk. És akkor ebből van még egy Ender Guardian, tehát egy kicsit erősebb változata, és egy nagyon különleges itemet kapok majd egyébként érte. Na, szóval keressük meg, szerintem akkor van itt még egy mélyebb rétege is ennek a résznek. Érdekes, itt vannak itt ilyen loot sörkörök is. Basszus, mi ez az óriás achievement, ami jár érte? Na, de itt is van a lejárat. Nézzük csak, nézzük csak. Igen, igen, na erre már emléksz. Jaj, hogy ez rögtön meg is idéződik. Oh god. És még zene is indult, nagyon helyes. Ó, mi? No. Meg fog halni, könyörgöm, ne! Tudtam mit csinálni. 69. Tudtam én, hogy meg fogok ma baszódni. Jó, azt csinálom, hogy felveszem ezt a Ring of Invisibility-t. Hát, ha ezzel kevésbé vesz észre minket az ellenség. Felveszem a pajzsot, hogy bármikor elő tudjam húzni, amikor baj van. Hálainknak helyeztem le a tempaddal egy portált ide az endhez. Teleport. Itt is vagyunk.
És van még egy elit rám is, szóval van lehetőségünk, hogy... Hát, hogy visszamenjünk és visszaszerezzük a utcainkat. Na, és hát ki kell próbálni, hogy működik-e. Ez baj, szerintem ez megindult felém. Jajaj. Figyelj, a pajzsom kivétel. Ezt is kivétel. Nem nagyon sok életem van viszont már. Oké, hogy ruházkodjak fel? Ami robbantást is csinált. Ez nem tudom mi volt. Ez hova tűnt most? Ezt láttátok? Ó, ott a pikexem, a pikexem. Ez a hülye gyerek, ez létezik, hogy kiütötte magát a, ebből a küzdőterületből? Ez most létezik? Pedig éppen cselezni akartam, de úgy látszik, akkor most nyugodtan fel tudunk szerelkezni. Na jó, csináljunk egy jobb shieldet, mert szerintem erre szükség lesz. Fel is fejlesztem egyébként, ezek questek is voltak. Tessék, Netherite Shield. Muszáj, mert látjátok, két ütésből így levitte a stamináját ennek. Úgyhogy lesz most egy jobb pajzsunk. És akkor jöhet a Meat Shredder is, amit majd basszus elfelejtettem fejleszteni. Pedig amúgy a Meat Shreddert lehet enchantolni. Mindegy, majd otthon feltesszük rá azokat az enchantokat, amik kellenek. Jó, armor fullon, pajzs megvan, Meat Shredder. Na nézzük, hol van a boss. Bekapcsolom ezt a kis vizualizációs dolgot. Az ott az? Nem, az valami másik. Ő valami erre me- az lesz az ott. Hogy kerül oda? Hát te mondjak, egyébként én úgy érzem, hogy ez nagy szerencse. Nagy szerencse, hogy így jártunk. Ezek csak obszidián blokkok, meg kell nézni, hogy le tudok-e menni hozzá. Ennek van még egy szintje. Ha? Akkor itt kell lejjen menni még egy szinttel. Ó. Oh. Lehet ez egy intended dolog? Na mindegy, én azt mondom, szedjük szét. Hát ez sokat nem sebez neki. Pajzs. Kivédtük, Meat Shredder. Fuck! Nem tudom, nagyon elkapott. Pajzs! Szerintem ezt is kivétel, fogalmam sincs. Pajzs! Jó, az mellé. Nem tudok. Pajzs. Kivéttük. Így se dől. Ez szinte semmit nem sebez neki még így se. Nagyon hosszú a cooldown. Ike húzom magamat. Kaptam hülye effektet is. Megint behúzott, de hála ének így, hogy megvan az armorom, így már annyira nem vészes talán. Bár csak sebezne rá valamit ez a gránátvető, vagy ilyesmi. Mindjárt neki nekem fog ütni. Ha, jó, ez sikerült kivédeni. Még így is simán odahúz engem a forgószeléhez. Egyszerűen hihetetlen, hogy bármerre megyek, egy forgószelet mindig oda tesz rám. És nagyon-nagyon ledemizselte a pajzsomat, ez így nagyon nem jó. Gyerünk, hát nem tudok mit csinálni, akkor nekem is muszáj őt lebedarálni így. Semmi nem lehet használni, hihetetlen. Jó, ki van védve. Félete már lement. Ó, egy ilyen sulkör a feje. Ó, fuck! Szab egy kicsit. Júj, hát az FPS-eimet is túlvá leviszi. Visszateleportált egy szinten fejjebb? Nem, visszajött, ez váltogat a szintek között. És akkor nem tudom használni rendesen a dolgaimat. Jó, erre kéne egy Slayer, vagy legalább egy Sharpness, vagy valami ilyesmi. Most lesz nagy baj. És már nagyon lefogyott az életem, és nem nagyon tudok mit csinálni. Jó, kivétel. Gyerünk, bízok benned, Meat Shredder. Gyerünk, most már csak azon múlik, hogy kinek van több élete. Könyörgöm! Oh. Jó, hát ez baromi nehéz volt. De nézzük, miket adott. Epic Shader Grabbag és a különleges fegyverét. Ezt. Nézzük csak azt, hogy magunkhoz tudjuk húzni vele az entitásokat, és egyébként valamennyit sebezni is rá, meg még védelmet is ad. Tehát, hogy én itt most fejjel megyek egy kicsivel, itt vannak ott ilyen halak. Én akkor ezt itt elkezdem húzni. Oké, okay, and now what? Ennyi? Micsoda? Hát basszus, legalább... Ja, jó, hát így is tudok vele ütni, de hát ez basic-et akolgatok, hát ez itt semmi. Ilyen erős boss, megőrülök, egy ilyen erős boss, egy ilyen cuccért. Jó. Na mindegy, kaptunk egyébként ilyen könyveket, és ugye mondtam, hogy ezeket jó megtanulgatni, ezeket meg is fogom, mert hogy...
van nekünk ugye ez az infinitumunk, ami egy ilyen enigmatikás könyv, és hogyha ezt itt kivesszük, akkor meg tudjuk nézni a megtanult dolgokat benne, és van itt talán az artifactek közül még egy jó pár, ami le van lokkolva, és itt vannak olyan brutál artifactek, amiket még ez a Not Enough Item sem ír, tehát annyira különlegesek, hogy csak könyvből megtanulhatók, ahhoz viszont még tanálnunk kéne ilyen tómokat és azokkal feloldani. Szóval lehet, hogy itt még körbenéznék az endbe, hát ha találok minél több ilyen end city-t, mert rengeteg a lelokkolt, és ezek mind nagyon értékesek lehetnek. Na, hát bejártam per end city-t, és találtam egy pár dolgot, többek között több ilyen könyvet is, de azt figyeltem meg, hogy nem nagyon adnak hozzá nekem olyan skill pontokat, amivel itt bármit is fel tudnék oldani. Ez elég fura, hogy megtanulok egyet, ott írja, hogy 4 knowledge point is megérkezett, de nem látom, hogy bármi itt feloldódott volna, tehát nincs ilyen kis felkiáltó jel, amit még nem tanultam meg. Megint egy megtanulás, és hát ezek ugyanúgy le vannak itt lokkolva a végén. Viszont lett egy csomó sárkánypikkelyünk, úgyhogy indulhatunk vissza. Végre talán meg tudjuk csinálni azt a páncélt is, ami még így a magic dolgokhoz kellett. Ez talán még erősebb lesz a jelenleginél is. Először is kell hozzá 9 darab ebből a sárga scaleből, tehát ez egy ilyen továbbfejlesztése, és aztán van egy másik továbbfejlesztése, ebből kell azt hiszem 15 darab az aquaticból, és akkor pakolható össze belőle a set. Tehát először egy sapka, aztán jön a melvért, cipő, és végül a nadrág. Na nézzük akkor. Az eddigi az 10 négyet védett, viszont a mostani már 12 négyet fog védeni. Itt is van a set, nagyon jó, nagyon jó. Egy hátránya van szerintem csak, hogy erre viszont nem hiszem, hogy lehet elitrát tenni. Tehát az ott a másiknál nagyon jó volt, hogy az armorral együtt volt rajtunk az elitra is. Valószínűleg emiatt ez egy annyira nagy előny, hogy mégiscsak ezt az armort fogom használni. Ha csak nem lesz valami olyan speciális eset, egy olyan boss fight, ahol például abszolút nem lesz szükségünk a repülésre, és akkor viszont fogjuk tudni ezt használni. Addig ezeket ide helyezzük, szóval így van a teljes set, és akkor ennek is ki van pipálva a legnehezebb armorja. Ez egyébként quest volt? Az nem is volt quest. Csak a tojás lesz a quest. A tojás meg nem tudom megszerezni még mindig. Viszont ebből az endes boss fightból tanulva, hát jó lenne enchantolni ezt a Meat Shreddert, és hát tök jó, hogy rá lehet tenni ténylegesen. Én most reteszek egy Slayer 6-ot, ami ugye olyasmi, mint a Sharpness, csak ez kifejezetten az ilyen bossok, meg ilyen egyéb ellenségek ellen van, és reteszek még egy lootingot is, hát ilyen unbreaking, meg ilyesmi, az nem hiszem, hogy kell rá, mert szóval úgyse fogunk tudni mit kezdeni. Sajnos azt sajnálom, hogy a Slayer és a Sharpness kiüti egymást, de ez is valami, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy ez hogyan szerepel. Na, de akkor vissza ide az építkezésekhez, és hozzunk össze itt egy hajót. Ez egy kis nehezítésünk lesz, hogy ugye közeledik a tél ismételten, és elkezdett befagyni ez a kis folyó, úgyhogy hát addig is, ameddig nem fagy be teljesen, addig próbáljuk meg összehozni rajta egy hajót, és megnézzük, hogy át tudjuk-e küldeni majd a híd alatt. Na, hát igen, egyelőre így állok végül. Azért döntöttem, hogy így legyen ez a vitorla itt szépen párhuzamosan a hajóval, mert hogy ugye itt ahhoz, hogy el tudjunk menni itt a híd alatt, ahhoz bizony nincs túl sok hely, tehát ennyi hely van, ennyire tud széthúzódni a híd, ez kb. 2-3 blokk, ezért kéne megoldani ezt, hogy a vitorla is 2-3 blokkosan férjen ki, úgyhogy így szerintem még épp hogy át fog férni. Igazából ezt a vitorlát, ezt nagyon keskenyen meg tudjuk csinálni, mert akkor itt vannak a copycat panelek, és erre is rá lehet húzni a textúrákat. Tehát, hogy akár ennyire keskenyen is meg lehet csinálni, hogy ez itt a három keskenységű blokk. De én azt mondom, hogy legyen inkább ilyen. Tehát ez az alap fél blokk, mert ez így Minecraftosít majd a dolgokon. Jó az, hogyha van egy kis szélessége. Na, jó van akkor. Bontom le az egészet. Itt szenvedek ezzel a vitorlával már mióta. Rászendem egy fél órát, ezt most lebontom. Nagyon jó. Ráadásul így, hogy még nincs rajta alapból a gyapjú, így... Hát így lehet még nehezebb lesz ezzel kalkulálni, hogy nehéz átlátni, hogy pontosan melyik része hol lesz, hogy ez szépen kijöjjön, vitorlásan nézzen ki. Mondtam már, hogy a
tető, meg a körépítés az milyen borzasztó dolog ebben a játékban. Van egy új ellenségem, az árbóc. Ez mindent hoz, amit egy tető és egy körépítésben én nem szeretek, az az árbóc. Hihetetlenül rossz. Olyan nehéz szépen megcsinálni, hogy íves legyen, meg mit tudom én. Oké, hát copycat panelekkel így néz ki. Szerintem ez is jól mutat, sőt, itt talán még jobb is. Most jöhet akkor a vúlozás rá, és utána még egy kicsit át kell menni rajta párszor, hogy ténylegesen így felkerültek rá a textúrák, megnézzük, hogy jól mutatnak-e a vitorlák, lehet, hogy még egy pár helyen finomítani kell a dolgot. De összességében egyelőre egy első ránézésre jó, jónak tűnik. Horgonyt, mi meg egy horgont kéne csinálni, enkorunk. Ezt múltkor néztem, nincsen kor a játékban. Hogyan lehetne horgonyt kiformálni? Hát persze! Hát mivel máshogyan, ha nem a kis copycat panelekkel. Úgy fogom én ezt csinálni, hogy... Horgony! Tessék, csináltam egy horgonyt. Értékeljétek, hogyha esetleg ezt a vasmacskát kicserélem, és Netherite-tal megcsináljuk. Na így milyen? Legalább 3 milliószor értékesebb lett. Kinézetben távolról nem olyan nagy különbség. Tehát most így belegondolva, több Netherite-ot használtam dekorációra, mint eszközfejlesztésre. Mert hát a Netherite kapa is dekorációt az épületen belül. Na, és hát örömmel jelentem, hogy azt hiszem elkészültünk a hajóval. Hát nevetségesen sok időt töltöttem el az árbócaival, meg a berendezésével, de tessék, itt van akkor most már minden detail rajta. Szóval ez elsősorban egy ilyen cargo ship, úgyhogy itt viszi az árut, de valamiért jól nézett ki, hogy helyeztem le pár ilyen ágyút is hozzá, remélhetőleg ez contraptionként is majd így vele marad, és akkor itt lehet irányítani, de majd beültetünk egy vezetőt, vagy akár mi magunk is beülhetünk, és hát nem csak ez készült el, kapott egy kis zászlót is, de itt alatta megcsináltam, hogy legyen egy kis lejárat, és a lejáratban végighúztam sínnel az egész területet, jó, hát még nem teljesen tökéletes, még egy-két helyen rálóg a kő, vagy valami egy kis falborítás. Lényeg az, hogy kicsit úgy próbáltam megalkotni, minthogyha tényleg egy hajó mozogna így végig rajta, szóval szép nagy ívekben végigmegy, tesz egy kört így a tavon, átmegy a híd alatt, az is szépen ki van számolva, hogy pont a közepénél legyen ott az az egyenes rész, utána pedig tesz megint egy ilyen kis kikanyarodást, és végül ide a túloldalig eljön, és valahol esetleg itt ezen a részen akár majd később építhetnénk egy másik kikötőt is. Köszönöm, nézzétek, mennyi értéket találtam. Hát egy geoda, ami csak limestone-nal van tele, hát ezt meg ki fogom szenni. Meg aztán egy csomó led, meg ilyen földfelszín környékén található nyersanyag, szóval itt sok minden érdekesség volt az ásatások közben. Na szóval a lényeg az, hogy akkor itt erre elmegy, kicsit olyasmi érzése van, mint hogyha nem is hajót építenénk, hanem egy metróhálózatot, de a lényeg az, hogy most itt vagyunk, ide lehet egy másik kikötő, innen visszakanyarodik, és nézzetek meg ott is milyen fura élőlények vannak, ezek a kis hülyeségek hányszor megöltek itt útközben, vagy hát nem megöltek, én öltem meg őket útközben. Na mindegy, itt visszamegy, ismételtem majd felhúzódik a híd, remélhetőleg azt még majd hozzá kell kötnünk ilyen kis resztó jelként, errefelé is tesz egy kört, és szépen visszaér a kezdeti állomásig. Úgyhogy, ja, megvan a sínezés része is. Na, és ahhoz, hogy összekössük a hajót a föld alatti sínnel, ahhoz minél jobban átlátszó blokkokra lenne szükségünk, hogy egyáltalán ne látszódjon, hogy ott a víz alatt ténylegesen egy ilyen összekötés történik, szóval hát nincsen teljesen átlátszó blokkunk még mindig, de talán ezek a kis üvegpanelek eléggé nehezen észrevehetőek, és abból is talán szerintem ez a legkevésbé észrevehető. Ez ilyen Forbidden Arcane-es is. Itt az alap, hát ez nagyon észrevehető. Próbálkoztam olyan is, hogy copycat panel, és arra ráhelyezek mondjuk egy ilyen üvegtextúrát, de hát ez még jobban látható, szóval maradunk ennél az alap Forbidden Arcane-es üvegnél, ez talán így a legkevésbé észrevehető, hogyha össze akarjuk kötni a hajókat. Na, szóval magamhoz is vettem a glasseket, össze is ragasztottam egyébként a hajót, majd ez kiderül, hogy minden része tud csatlakozni az összes többi részéhez, és akkor valahol itt a közepén, ahol mondjuk a lejárat is van, húzunk egy üvegrészt, és remélhetőleg nem nagyon fog ez látszódni. Oké, ez kicsit fura, mert ez nem waterlogolható dolog, szóval itt most lett egy ilyen vízmentes rész. Jó, jöhet akkor a station, itt lesz az állomás, rányomok neki, hogy create new train, jöhet is ide a train casing, és, jó, picit összetörte, de nem baj, innentől kezdve most már csak ezt is össze kell ragasztanunk itt ezzel a részével. Na most csinálok egy biztonsági mentést, mert ez lehet, hogy óriási contraption lesz.
Jó, na mondjuk neki, hogy Assemble Train elvileg összeállt, meg vagyok lepődve, újra elkezdett folyni a víz, és hát itt az igazság pillanata akkor, hogy beszálljunk ide, és megnézzük, hogy ténylegesen el tud-e indulni a hajó. És elindul, csak nem minden részével együtt. Oké, lesz bőven, amit még hozzá kell ragasztani. Fuck! Na, nézzük meg most, akkor beülök ismételten, és let's see. Igen, elindult. Hát ez csodálatos. És már kanyarodik is el innen a kikötőtől. Ugye be tudunk neki olyan sebességet állítani neki, amilyet csak szeretnénk. Most egyelőre haladok ennél a sebességnél. De amúgy tényleg a vezető, amit majd beállítunk ide, akkor ezt meg lehet neki olyan, hogy egészen lassan menjen végig. És akkor itt van a másik igazság pillanat, hogy vajon átfér-e itt ezen a résen. Hát nekem úgy tűnik, hogy igen. Nekem úgy tűnik, hogy ez sikerült kiszámolni. Persze nyithatom ezt még magasabbra, tudjátok ezt a hidat, de végül is át tudjuk úgy vinni rajta, hogy nem ütközött bele semmiben. És akkor itt van a másik része, ahol hát ilyen jégtörőset fogunk most játszani. Ez nem egy Titanic, ez nem süllyed el, ez simán átmegy még a jegen is. És hát sajnos itt van még egy ilyen hirtelen erős kanyar neki, még sajnos nem oldottam meg, hogy hogyan kanyarodjon máshogy vissza. Na mindegy, most adjunk neki egy kis kakaót, ezt így feltoljuk, és visszafelé már lehet, hogy nem volt annyira szép az átjutás. Na mindegy, hogy ezzel még javítunk. Oké, tesz itt még egy ilyen fordulót, és valahol itt kanyarodik így vissza a partra. Nice. Már lassítok is, hogy megérkezzen a stationhöz, és elkészült a hajónk. Hát rengeteg meló, de rengeteg meló volt vele, hogy ez így összejöjjön. Tényleg az árbócától kezdve a többi részletezéség is itt a föld alatti rész kiásásaig, hát nevetségesen sok időt töltöttem vele. Úgyhogy megnézzük egyébként, szerintem abszolút nem látszik, hogy mi tartja őt össze ott a víz alatt. Tehát itt vannak ezek a kis elemek, ugye ezek a kis glasszek, de nem látszanak, hogy itt lennének. Úgyhogy ja, most már ezt teljesen is vethetjük, megadhatod neki még több állomásokat, és egy vezetőt, hogy akkor ki az, aki vezesse nekünk ezt a hajót. Lehetne ide egy teknős. Milyen vicces lenne, nem, hogy a teknős, aki most tökéntől kezdve egy saját hajójuk lenne. Valami vízélőlény kéne mindenféleképpen. Ó, lehet a Mimik Oktopusz a kapitány. Az mennyire király lenne? Mimik Oktopusz akarsz kapit? Nem, mert félek, hogy te ki fogsz száradni, nem? Te mit szólnál hozzá? Te szeretnél egyszer vezetni egy ilyet? Ez egy nagy teknős. Ez inkább barlangi, mint vízi. Hát jó, egy harcsát is beállíthatok, vagy nem, a harcsáknak nem adnék ilyen csodálatos bárkát, mint ami itt elkészült. A Squitch, ő se tud kiszáradni. Na jó, legyen akkor egy sima teknős egyelőre, aztán írjátok meg, hogy milyen állatot gyűjtsek még ehhez össze, viszont akkor ez legyen ez legalább ez az easter egg-es, értékesen Máriós teknős. Menjen el a ship 2-től a ship 1-ig, hát várhatott egy pár szeket, legyen a sebessége mondjuk 10%, tessék meg is kapja, indulhatsz is. És elindult. Elindult a hajónk magától, megy végig, hát ezt el sem hiszem. Hát ez mekkora egy álom, hát ez mióta elkezdtük tényleg a sorozatot, voltak ezek a terveink még így az első részek egyikében. És tessék, itt vagyunk 69 résszel később, és megvan egy mozgó hajó. Most már csak azt kell összekötni, hogy ez így automatikusan ki is nyílódjon, és át tudjon akkor itt menni a híd között. Hát zseniális. Hát zseniális. Én is be tudok ide ülni hozzá, direkt tettem ide ilyen székeket, szóval lehet, hogy utasokat is szállíthat. Fantasztikus. Az egyébként a hajónak a neve, hogy Catfish Destroyer. Útjába kerül egy catfish, kinyírja. Hát hát én ezt indexképnek, ezt fogom betenni szerintem indexképnek. Na jó, nem lehet, hogy nem pont ez, de valami hasonlót kéne majd csinálni. Egyébként megcsinálhatjuk addig, ameddig visszajön, hogy megnézzük, hogy milyen, hogyha egy kicsit nagyobbra nyitom ki ezt a hidat, szóval egyelőre visszazárjuk, és megadok neki mondjuk egy kicsit több időt, nézzük meg így 4 másodperccel, lehet ez már sok amúgy, de azért let's see. Hát figyeljetek, így biztos, hogy nem lesz baja azzal, hogy átfér alatt el vagy sem. De jó, ott fordul meg a távolban, hát ez mesés. Most már összekötöttem azt is, hogy a híd elvileg fel tud húzóckodni. És egyébként azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy több ilyen hajót is készítenék, például legyen egy kisebb is, vagy lehetne egy olyan hajó, ami akár egészen kimegy a tengerre. Szóval ott a kis híd alatt, vagy ha nem is pont annál a résznél, de a lényeg az, hogy majd kimenjen a tengerre, és akár egy ilyen nagyobb távolságot is meg lehessen vele tenni. Na nézzük, hogy felhúzódik-e.
Hát húzódik, húzódik, de lehet egy kicsit egy kicsit túl későn. De összességében jó, tehát hogy ezt a kis érzékelőt ezt arra fogom helyezni. De amint átment, már mindjárt vissza is csukódik. Hát zseniális. Zseniális. Na nézzük visszafelé menet. Úgy szintén jó. És akkor most egy kicsit vár még. És valahol itt ennél a pontnál mindjárt vissza is tolódik. Nagyon jó. Szuper. Hihetetlen. Ez a crit mód, ez tényleg forradalmasítja ezt a játékot. Hát ha már úgyis szóba jöttek az új update-ok, például én nagyon szívesen adnék egy ilyen crithez hasonló modot is. Az új update-okban nyilván kicsit jobban kibalanszolva, mint ahogy jelenleg itt van, de hát nem hiszem el, ha modfejlesztők ilyen zseniális dolgot meg tudnak benne csinálni, akkor nem értem, hogy a fejlesztők mind tökölnek, mind ragadtak le egyébként még hosszú-hosszú update-ok óta. De mindegy, igazából így is jó a dolog. Ha más nem, akkor legalább így a modos Minecrafton belül ezt mi meg tudjuk nézni. Úgyhogy, hát igazából ennyire szerettem volna a mai nap, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát innen folytatjuk majd következőnek is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez az epizód is. Hamarosan találkozunk majd a következőben, addig is minden jót, és sziasztok!